Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. Ebben az időben a vad jóval figyelmetlenebb, ugyanis a vágyai hajtják. Lehajtott fejjel, nagyon intenzív mozgással kiszámíthatatlan irányba kergetőznek. Ezekben az esetekben az úton való áthaladásnál az őz nem foglalkozik a gépjárművekkel, nem riasztja vissza az amúgy félelmet keltő zaj. Országosan elmondható, hogy körülbelül 6000 ezer eset történik személygépkocsi és vad elütés. Ezeknek elég tetemes része, körülbelül háromnegyede őzzel történő ütközés. És a legtöbb gázolás ebben az időszakban, ezen az üzekedési időszakban Jellemzően a késő délutáni, esti órákban folytatja üzekedését az őz, de a nap bármely szakában meglephetnek minket az utakon. Fontos, hogy a kihelyezett táblák közötti útszakaszon fokozottan figyeljünk, és még inkább tartsuk be a sebességkorlátozást és a követési távolságot. A koronavírus következménye, hogy kisebb volt az idén az állománygyérítés, így több őz ugorhat ki elénk az utakra. Igazából egy vadgépjármű ütközésnél, amit tudnunk kell, hogy közúti balesetnek minősül, tehát a rendőrséget kell értesíteni minden esetben, amennyiben a gépjármű tulajdonos előtt egy őzet, vagy egy, akár egy másmilyen vadat. A kiértező rendőr mindenképpen jegyzőkönyvet fog felvenni, és a további intézkedésekhez erre a jegyzőkönyvre van szüksége a károsultnak. A vadveszélytáblát a vadgazdálkodások helyezik ki a közutakra, ezzel védve magukat az esetleges vadokozta balesetektől. Amennyiben egy olyan útszakaszon történik az őz vagy más vad által okozott baleset, ahol nincs kirakva a vadveszélytábla, úgy a vadgazdálkodó szervezet felel a gépjárműben esett kárért. Fontos tudni, hogy az őzek ebben az időszakban nem járnak egyedül. Ha egyel találkozunk, számítsunk rá, hogy követni fogja egy másik is.